voltam már egyszer ebbe a táborba, és nekem nagyon megtetszett, amikor először idejöttem. Szeretnék majd focizni az egyesületbe, és ezért is jöttem ide. Igen, szoktam meccset nézni, a focit pedig már kiskorom óta űzöm ezt a sportot, szóval nekem már szinte egyszerűen életem részévé vált. Edzettünk nyilván, akkor ott vannak játékok, ahol vagyunk, ott egy udvaron vannak játékok, és akkor ott tudunk pingpongozni, csocsózni, meg igazából focival kapcsolatos dolgokat csinálni. Igen, a tavalyi táborban egy barátom mondta, hogy neki nagyon tetszik ez a tábor, és jöjj, ne? Vagy jöjjek el. Ő már az egyesületben játszik 5 éve, és akkor nekem megtetszett ez az ötlet, és eljöttem. És igen, szereztem már barátokat, de tavaly is ugye már vannak ismerős arcok, szóval igen. Is voltam, ott 2 hetet, és nagyon jó volt. Napi 2 edzés volt, a tegnapi nap az jó volt, ott sok volt a játszás, foglalkozás, meg nagyon jó volt, a mai meg eddig nagyon szuper. Voltak a csapattársaim is voltak, meg most is szereztem egyet, nagyon jó barátot. Olyan 72 gyerek van most jelenleg itt az akadémián, a táborban, zömében egyesületi labdarúgók, de vannak külsősök is, és a célunk nyilván az, hogy minél több gyereket bevonzani ide, és ezáltal még akik itt vannak, azoknak is képzést biztosítani, az újaknak is, napi 2 edzés van, napközben is vannak különböző feladatok, céllövölde van, akár a gyerekeknek vízeket csinálunk nyilván a labdarúgással kapcsolatban, ezáltal is próbáljuk egy kicsit őket fejleszteni. 2016-tól egész a 2008-as korosztályig van, 4 edzőkollega foglalkozik folyamatosan a gyerekekkel 4 csoportban. Nagyon jó a tábor hangulata, ez az is jelzi, hogy most azért nagyon meggyarapodott a létszám, 72 gyerek van most jelenleg itt, szerintem ez évről évre duzzad, úgyhogy szerintem ez egy pozitív visszajelzés akár a klubnak és az egyesületnek is.